多くの運動やスポーツが部活動として盛んに日本では行われています。Japánban világkorát éli számtalan sport ilyen klubtevékenység formájában. Kendo mo sono hito tsu de. A kendo is egy ezek közül. De kendo deva nando mo 大会において成績良い成績を収めている学校がたくさんあります。És sok olyan iskola van, amik nagyon sokszor szereztek már jó eredményeket versenyeken. なぜその学校が強いのかというのか、なぜその学校が強いのか。És hogy miért is olyan erősek ezek az iskolák kendóból? その学校には指導者や生徒の工夫や努力があります。Hogy ezekben az iskolákban az instruktoroknak és a diákoknak mindenféle kis technikai finomságaik vannak. その学校の実態を調査することが競技力向上の近道になると言います。És azt mondhatjuk, hogy a technikai fejlődés felé vezető úton fontos lépés lehet ezeknek az iskoláknak a tényleges működését megvizsgálni. そこで私は高校の剣道部活動の実態を調査しました。És emiatt én megvizsgáltam középiskoláknak a kendo klubtevékenységének a tényleges mienségét. そうすることで競技力向上の手助けになることを目的としました。A célom az volt, hogy megismerjük azt, hogy a különösen is jó eredményekkel büszkélkedhető iskolák, azok milyen módon gyakorolják a kendót. 研究方法は、対象者は全国の男子剣道部の先生112名としました。A kutatásom alanyai 122 kendo instruktor volt, akik férfi kendo klubokban tanítanak kendót japán középiskolákban országszerte. 調査内容は質問紙としました。A kutatás tartalma az egy kérdőív volt.内容は指導者のプロフィールと部の活動に関する90の項目です。És itt az instruktor profilja mellett az instruktori tevékenységre vonatkozó kérdésekről volt szó. アンケートの実施項ですが、hogy milyen iskolákban zajlott a kérdői felvétel. 過去10年間の実績を用いて決めました。Az elmúlt 10 év versenyeredményeit megnézve válogattuk ki az iskolákat. 3分間に分けて比較を行います。És három csoportra bontva őket összehasonlítottuk a válaszaikat. 最高の実績が地方大会出場以上としました。A legmagasabb eredménynek azt tekintettük, amitől a regionális versenyeken értek el eredményt iskolák. Top grupja 全国大会 best 8以上の高校32名です。A legjobb 32 iskola, 32 iskola került a legjobb csoportba, itt mindegyik iskolának az összjapán kendo versenyen kellett az első 8-ba bekerülnie, tehát ilyen eredménnyel kellett rendelkezni. Semi top group は全国大会に出場の57名のとしました。A következő semi top csoportba 57 iskola került, ők részt vettek ezen az összjapán országos bajnokságon. 3つ目のグループは全国大会に出場していない学校であり、地方大会に出場している学校としました。A harmadik csoportba 23 iskola került, ők azok, akik az országos bajnokságra nem jutottak ki, viszont regionális bajnokságra igen. Az eredmények és az eredmények értelmezése következik. Tehát, hogy sok kérdést tettünk föl ebben a kutatásban. Sikasi, 今回すべてを紹介することができません。De itt most nincs módom arra, hogy valamennyit bemutassam. そのため、今回は部活動の実態の結果を一部ですが発表させていただきます。Úgyhogy most csak egy részét fogom a klub tevékenység valós miben létével kapcsolatos kérdéseket megismertetni. 紹介するのはこの4つです。A következő négyet fogom bemutatni. 練習時間。Tehát a gyakorlással töltött idő. 指導者の年齢。Az instruktor életkora,
klubtagság száma. Yasumi nissu desu. És a pihenő napoknak a száma. Deva kekka ni utsurimasu. Akkor az eredményekre áttérünk. Kore wa renshu jikan no graf desu. Ez a gráf a gyakorlásra töltött időt mutatja. Dono grupu mo 2.5 órán no renshu wo okonatteimashita. Több mindegyik csoport 2.5 óra gyakorlást. Ez napi, nem így napi, 2.5 órára. Dono grupu mo takai kyogiroku no tameni kono yona kikranimashita. Tehát, hogy a magas hatékonyságú versenyzés érdekében minden csoportban ennyit gyakoroltak. Ez azt jelenti, hogy mivel Japánban 4 óra körül véget a tanítás délután, este 7-ig zajlik a kezdő gyakorlás. És ez szinte minden nap az évben. A következő az instruktor életkorával kapcsolatos felmérés részlet. 指導者の年齢ではトップ軍が47.9歳でした。 A legerősebb iskolák esetében 47.9 volt az általános életkor. 良い成績の学校ほど年齢の高い指導者がいるという結果になりました。 Az eredmények azt mutatja, hogy minél jobbak egy iskola eredményei, annál tapasztaltabb, idősebb instruktorokkal dolgoznak. 経験がある指導者がトップグループを指導していることがわかります。 És kiderül ebből, hogy a nagyon tapasztalt instruktorok vezetik a legjobb iskolákat. A következő az a létszámmal kapcsolatos eredmények. Ez a 3 év folyamra összesen járó fiú kendósoknak a létszáma a klubokban. A legerősebb csoportban 22.3 tizeddel nagy létszámnak mondható klubok. Tehát, hogy az, hogy ilyen sok taggal tudnak dolgozni, az egyrészt annak köszönhető, hogy híresek ezek a klubok, a másik pedig, hogy folytatnak ilyen beválogató tevékenységet a jó eredményekkel rendelkező tanulók közül. Illetve vannak olyan iskolák is, ahol lány diákok is tanulnak, és ezáltal is meg tud nőni a létszám. A következő, ez az éves szabadnapok száma. A legerősebb iskolákon lett a legkevesebb ez a szám, 29 napról van szó. Ez azt jelenti, hogy a japán állami ünnepek az év vége, év eleje, és ezen kívül még nagyjából havonta egy szabad nap. És a legerősebb csoportban volt olyan iskola is, ahol egész évben egyetlen szabad nap van. Ennyit az eredményekről. Tehát Japánban így zajlik a kendo gyakorlás ezekben a klubokban. Azt mondhatjuk, hogy nagyon sok időt szánnak rá. És hogy így a technikai fejlődés és a szív megedzése is nagyon megsegítődik.